Hello, Somogyvári Zoltán vagyok, és segítünk a menekülteknek, akik Bicskén laknak, menekültek és oltalmazottak, akik ma ide jönnek tüntetni, és azért jönnek ide, mert úgy érzik, hogy a bicskei menekültáborból való kikerülésük után komoly veszélye fenyeget annak, hogy ők hajléktalanok lesznek és munkanélküliek. Azt mondják, hogy nincs esély arra, hogy 6 hónap, általában 6 hónapot tudnak ebbe az előintegrációs táborba tölteni, nincs esély arra, hogy felkészüljenek a kinti létre. Please help us, Magyarország! Please help us, Magyarország! We are tired! We are tired! We are tired! We are tired! Give us work! Give us job! We are tired! We are tired! Please give us job! Please give us place! Please give us house! How can we stay? How can we stay? With small children! With small children! Mert ez egy elszigetelt tábor, magyarul van lehetőségük tanulni, és magyar kulturális integrációs foglalkozáson részt venni, de ugyanakkor ez az első 6 hónap, miután megkapják a státuszt, egy csomó más problémával vannak elfoglalva, a saját traumájukat, amiket elszenvedtek, azokat akarják kezelni, a családjukkal akarnak foglalkozni, a családjukról gondoskodni, legyen itt a család velük, jobb esetben, vagy a származási országukban munkát keresnek, és ami még nagyon fontos, hogy arról gondoskodnak a bicskei hónapok alatt, hogy meglegyen a bicske utáni lakhatásuk. És különböző csapdák miatt túl szigorú feltételeket szabnak ahhoz, hogy a menekültek támogatást, pénzbeli támogatást tudjanak kapni, és ezek a pénzbeli támogatások, ezek nem is elegendőek arra, hogy a bicskei tábor után a lakhatásokat biztosítani tudják. Munkát kérünk! Mindent kérünk! Mindent kérünk! Légy szíves segítség! Légy szíves segítség! Minden segítség! Minden segítség! Magyarországnak minden van! Magyarországnak minden van! Nekünk nincs semmi! Nekünk nincs semmi! Nekünk nincs semmi dolgunk! Nekem nincs semmi dolgunk! Légy szíves segítség! Légy szíves segítség! Kérünk házat! Úgyhogy nagyjából ezért jönnek ma ide, 200 emberre számítunk, és azt fogjuk hangsúlyozni, amit az ombudsman is leírt, és amit a UNHCR, az ENSZ menekültügyi főbiztossága is már leírt, hogy az integráció Magyarországon nincs kitalálva, pedig ki kéne találni stratégiailag több minisztérium közös együttműködése révén, és az igenis az állam feladata, hogy megelőzze azt, hogy a menekültek hajléktalanná váljanak, és az is állami feladat, hogy a már hajléktalanná vált menekülteket visszavezesse oda, ahhoz, hogy ne legyenek hajléktalanok többé. Ennyi. Kérj munka! Kérj munka! Kérj segítség! Kérj segítség! Kérj segítség! Segítség!